Szentgyörgy napok az a találkozások ünnepe. Az autós forgalom például, ami egyébként nagyon sokszor nagyon túltelített ahhoz képest, hogy egy mekkora város Sepsiszentgyörgy, még az is úgy megnyugszik. Egyrészt útlezárások lesznek, forgalomkorlátozások lesznek, úgyhogy inkább gyalogszerrel indulnak el. Kíváncsiak arra a kirakodó vásár részre, kíváncsiak arra, hogy milyen díszítést kap a város, úgyhogy valóban egy picit ünnepivé válik talán az egész közösségünk, illetve lélekben is rákészülnek erre a hétvégére. Az, hogy most már hát szerintem több mint 10 éve egy kulturális hét az, ami kezdi a Szentgyörgy napokat, az sem véletlen, hiszen folyamatosan az az igény fogalmazódik meg a kulturális intézményeink részéről, akikből egyébként 15 működik Sepsiszentgyörgyön, ami szerintem egy 50 ezer főt számláló városban egy nagyon szép szám, hogy ők is hoznának valami ünnepit, valami másat a szentgyörgyi közönségnek, illetve a régióban élő közönségnek, és ennek pedig idő kell. Szentgyörgy napok kulturális hetét úgy szoktuk elkezdeni, hogy összeülünk mi szervezők, és akkor kezdünk gondolkodni, hogy milyen előadást tudnánk hozni a kulturális hétre. És az idei alkalommal mindenképp olyan előadást akartunk hozni, aminek biztos sikere van, és amit úgy érzünk már mi is, hogy mi az, amit a szentgyörgyiek várnak, és mi az, amit a szentgyörgyiek szeretnek. Szépen a városát, erkélyei titkon őrzik, őszerelmek lábnyomát. Retorikát tanulva ne felejtsed, kötetlenül beszélni, váljon véredi a vers és a zene, a számnak még elvontságával, és ez közül legyen, hogy jól érezd magad. Szóval tanulj ide, közös lányait! Számtalan olyan produkciót láthatunk, számtalan olyan értékes előadó érkezik Sepsiszentgyörgyre, akik aztán hál' Istennek visszatérő vendégeink is lesznek. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy azon túl, hogy most már egy fesztivál lett tulajdonképpen a Szentgyörgy napok, főleg a péntek, szombat, vasárnap, de valóban a mi közösségünkről szól a megelőző kulturális hét, és aztán az a fesztivál hétvége is. A szentgyörgyi közönség részéről elég gyakran megfogalmazott igény az, hogy szeretnének valami olyan jellegű produkciót látni itt Sepsiszentgyörgyön, ami színházi műfaj, de valahogy egy picit könnyedebb. Beszéltünk erről a szervező csapatban többször is, hogy akkor válogassunk esetleg most az idén egy olyan jellegű színházi produkciókat, amik még biztos nem voltak nálunk, ami esetleg egy picit messzebbről is érkezik, és ami egy könnyedben emészthető, látványos díszlettel rendelkező és az átlag ember számára is megfogható és értelmezhető darab. És így esett a választása Turai Ida Színház Makrancos Hölgy című előadására, és biztos vagyok benne, hogy hatalmas sikerük lesz. A magyar főváros kulturális kínálata az teljes mértékben kimeríthetetlen, viszont vannak azok a produkciók, ugye hát a Turai Ida Színház is itt van most Sepsiszentgyörgyön, de vannak azok a produkciók, amik megörökíthetők, átörökíthetők, hazahozhatók, és akár a szentgyörgyi közönség elé is tárhatók. És a közönség ezt értékeli, tehát úgy a román közösség, mint a magyar közösség értékeli azt, hogyha messziről jövő produkciót lát, értékeli azt a művészt, aki nem a környékről érkezik,
és sokkal nagyobb kíváncsisággal is van esetenként, mint mondjuk a saját előadásai iránt. Viszont óriási büszkeséggel nézzük azt, amikor egy Tamási Áron színház, egy M-stúdió táncszínház, egy háromszék táncegyüttes valahol külföldön megmutatja azt, hogy mit is jelent a Sepsiszentgyörgyi alkotóközösség. Ajánlásból jött egyébként a Turay Ida Színház, és akkor ott kezdtem el nézelődni, hogy vajon melyik előadást lehetne hozni tőletek. És egyébként amint én ajánlottam ezt a makrancos hölgyet, még vagy két kollégám is jött, hogy szerintem ezt az előadást kellene, mert nagyon látványos, nagyon vagánynak tűnik, és egyébként az is szempont volt, hogy tudjuk játszani kétszer. Mert egyértelmű volt az, hogy ha elhozzuk a színházatokat, akkor nem elég csak egyszer lejátszani, mert annál sokkal nagyobb igény van Szentgyörgyön a jó színházi előadásokra és a látványos színházi előadásokra. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt elvállaltátok, mert nekünk ez egy nagyon, nagyon színes foltja a kulturális hetünknek, és abszolút az a tapasztalat, meg azt láttuk, hogy az emberek ezt várják és nagyon szeretnék. Nagyon hamar elkeltek a jegyek, ez is abszolút azt mutatta, hogy jól választottunk, és van igény erre az előadásra. Alig jutok szóhoz, mert már egy hónapja, hogy várjuk, hogy érkezzenek a társulat, hogy nézzük meg ezt a makrancos hőt, hogy látjuk, hogy is lesz ez a makrancos hőt. És szenzációs volt, nagyon meglepő volt, mert nagyon magas szinten játsztak a színészek, és nagyon-nagyon tetszett. És főleg jó kedvet adott, és nem csak nekem, hogy itten a társamnak is, hanem az egész városnak, mivel a városunk napja, ünnepnapja, ugye Sepsiszentgyörgy napok vannak. Hát ez az előadás pontos, jókor érkezett. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon magas szintű zenés vígjátékról volt szó. Tehát bármikor még egyszer megnézném. Nagyon-nagyon tetszett a zene is, a színészek. Látszik, hogy profi. Nagyon tetszettek a ruhák. Nem mindig látni ilyet. A színházakban nem mindig. A színházba eljárás az nagyon egy fontos dolog. Nekünk van a társulatunk, ugye a Tamási Áron Színház, egy nagyon minőséges előadásokkal rendelkezik, de viszont ez mindig úgy van, hogy a szomszédokat is szívesen, a vendégeket is szívesen, tehát várjuk és fogadjuk szeretettel mindig. És főleg tudjuk azt, hogy akik ide érkeznek, felkészült és profi magas szintű előadásokkal érkeznek. Ígérjük meg, ha Budapestre megyünk a Turayba, igen, és akkor és úgy fogunk elérkezni, hogy mi vagyunk a közönségnek a képviselői, persze, a Sepsiszentgyörgyi képviselői a Szentgyörgy napok alkalmából. Holnap a napon, kis napon, az én lesz a